Sziasztok, Zalán vagyok, köszöntelek a csatornamenüdőben. Ismét Mix csata lesz Mr. ellen. Hello mindenki! Szerintem, srácok, megint nem találtunk Blistert, hiszen azzal szeretünk volna csatázni. Hát igen, sajnos Blister nem volt. Az update-ből marad még, meg a másikból is maradt, azt hiszem. Igen. Az vége már. Jól emlékszem, a simából nincs is több csomagunk, szóval az nincs. Ugye ennyi, befejeztük. Nem tudtunk nyomni egy jó kis Blister csatát, de lesz itt egy Miss csata, hiszen van előttünk, de azonán már látom, kiválogatott nekem, mert nem jó ez így. Kettő update és kettő panini. Így van. Panini. Kettőt kiválogatt előre, igaz? Igen. Hát nem tervelték ki semmit, remélem, hogy nem üres csomag van aki. Dehogy is. Nézd meg, bontatlanok. Hát bontatlanok, így van, bontatlanok, na akkor jól van. Tehát, kezdjettem most, hiszen én kezdtem az előzőt, a kis Miss csatát. Nagyon izgulok, hiszen nyerni fogok ismét. A varázsoló, mire el kell mennem, srácok, hiszen nem kezdtem elő, addig is az alán bontjuk. Legyen egy update. Most nézzük. Álvarez, Messi, ezt ide rakjuk, Gomez, Aké. Lajos, itt van gyerekek, hát hihetetlen. És egy, De Bruyne, Winterstar. Lajos, Winterstar, Lajos. Na, hozzá vezetek, Mister. Te update-t nyomtad, akkor nyomok egy ilyet. Kapjon a standardet, vagy nem? Miért kapt a standardet? Egy kis Winterstar, de most őszintén. Nincs, nem kapsz standardet a Winterstar, hiába vagánykozz vele, hiszem, hogy The Brain, de nem kapsz standardet, hiszen most következik a varázsoló segítségével, megkezdjük a panini bontást, nézzétek, kiírult, ez is ritka. Ebbe lehet Invincible. Miért ilyen púl ez a kártya most? Vagy nem mi? Tudom. Ja, ez is ilyen volt, megszoktam a prémiót, tényleg. Na nézzük, Barella, Varán, Pogba, aztán következik Stefan De Vries, és egy Invincible Dominator Suárez, aminek köszönhetően nem vezettek, és Bonucci itt van. Nem tudom Dominatorből ki ez, vagy mi ez, de az a lényeg, hogy most vezetsz mi. Most egy sima csomaggal jönünk. Sima csomaggal jön. Csata folytatódik tovább. Remélem, lesz hiányzó, srácok. Hiányzó ma nekem az összes. Scarpa, Palmerias logo, Casemiro, Lucas Hernandez, Mendy, ő nem volt meg, és Phil Foden. Tehát ebben volt egy hiányzó. Na jó, én most úgy döntöttem, az update marad a végére, hiszen az update-ben lesz tuti valami rér. A varázsolóm nem hazudik. Most jön a Panini Invincible, a sima szériából. Úgyhogy nézzük is, srácok, mi lesz itten. Az elsőnk egy Borussia Dortmund, közben a csomag kiürült. Nagyon profin bontom most már ezeket a kártyákat, teljesen belejöttem. Na szóval Dortmund logo után egy Maguire. Ravenberg. Aztán pedig Thorgan Hazard. És egy Invincible, gyerekek, hát hihetetlen, de hogyan csináltuk, hogy Invincible nyitottunk. 676. Invincible itt van nálam, az alán az itt fújtatott, ahol nem tudom, hallottátok, Verratti, hiszen tehát az alán minden blisterre van egy Invincible, szóval garantálva volt, hogy valami kinyitjuk, megint, ez most nálam van, haha, figyeld, hogy táncol. Most mi van, lefagytál? Igen. Teljesen lefagyott, hiszen Invincible nyitottam, aminek köszönhetően tuti, hogy nyerek. Én is, hogy ilyen jövök, Invincible-t hozzáim, csak meg a varázsolóthoz. Nem nyerhetsz már sehogy sem, de nem tudom, miket kinyissál. Winterstarokat, meg kettő rért, nem tudom. Párizs logó, Rebic, João Félix, M. Villa, és egy... Jorginho, Kevin De Bruyne toknak. Kevin De Bruyne megint, hát ez hihetetlen. Na, ezt a De Bruyne-t rért nyitott, oké, de azért mondom, Winterstar. És mi van még? Hát ez most kemény volt, én nem is értem, szóval az utolsó durva vagyok. Vezetek, Kevin De Bruyne-t kinyitotta nagyon. Nyerhetsz, hát Winterstar, hány csomagod van? Egy. Hát nem nyerhetsz, egy csomagom van, hihetetlen. Nekem van még itt egy Update Edition, Lionel Messi, Rare, hidd el. Nekem nem kell, Pedrier most, az hiányzik, de nekem itt lesz, benne marad. Ha benne marad, gyerekek, a kártya, tudjátok, hogy nagyon durva csapást fogok mérni most az Alan Channel-re. Szóval Zinchenko, következik Diaz, Herrera, aztán Correa, egész jó nevek vannak itt, azt és egy Romagnoli Captain kártyája, ő megvan, azt tudom, mert nyitottam már ilyet, erre emlékszek is.
Nézzük az Invincible-t, ami nincs benne, de van egy Robert Lewandowski! Winterstar, megfagytam, nagyon nem durva. Nyerhetem. Nem nyerhetsz, a 13 pont ez a kettő, csak hogy nyerhetnél? Abban nem lehet 600 pontos kártya. Tudod, mikor nyerhetnél? Invincible lenne benne, ami nem létezik, el a fölvilág, és ott állszom, megnyertem a csatát. Ezt a brutális háború. Nem biztos. Tuti biztos, hát nem tudsz nyerni, most matematikai esélye sincs. Makarenko, Javi, Tonali. Azt akartam veszíteni, de hogyan neked így Winterstar-on? Ez már Kastende. Cristiano Ronaldo, Winterstar, hadd nézzem meg az irat. Di Marco. Kérem, a Ronaldot szerettem levadászni én. Hadd nézzem meg. Úristen, egy picit ittem itt sérültes lenne. Dehogy. Dehogy nem. De egész jól néz ki, szóval ez már nem tízes lap. Úgyhogy tiéd lehet. Na nézzük az enyémet, ebbe tuti tízes lesz. Invincible van most, nára. Most mennyi az esi ugyanannyi, nem? Esi? Ezt nem tudsz nyerni, vagy mit, mire 3 gondoltál? 3, meg 6, meg 5 az 11. És ha az magában mennyi? 10. Akkor hogy nyertél? Hogy nyerhetnél? Hiszen van ott egy Lewandowski, aminek köszönhetően mennyi is? 13, de itt van egy 10. De nem, 11 pontod van, hát hagyjuk már, nem tudsz nyerni. Most nem tudom, mit történt, talán annyira nyerni, hogy esélye sincsen, pedig ott már láttok megint egy méle, vagy ott az arca. Ezt láttam, nem. Azért mondom, hogy ez... És de ezt... Nem mondom, hogy... Capuzano, Alvarez. Tárva, ez a legjobb csata az életemben. Cristiano Ronaldo. Rüdiger, hát gyerekek, milyen folyik itt? Hogy folyik itt, gyerekek? Ilyetetlen, és ez nem. Látod, ez egy tízes értékű kártya, hiszen nem. Semmi sérülés nincsen. Nagyon brutális. Hát ilyetetlen, amiket csináltam, kapjon egy standard. Ez egyértelműen Mr. Brutális csatája, háborúja volt, amit nagyon-nagyon-nagyon megnyertem. Tudom, hogy túlzottan lelkes vagyok, de hát egyszerűen jó érzés volt most ezt nyerni, hiszen annyira kikaptam múltkor. Ronaldo. Ez nem baj. Invincible, Lewandowski. Viszont az vagyok, ez tényleg csúnya volt. Igaz, te is elmondod. De azért nekem jött egy messze, most elrúgtam. Hát igen, jött neked egy nem tudom mit jött, de igen, ott a kis csapatot várjátok, hozd a ribüket, nyugodtan már standardod őket egy kicsit, így, jaj, ne sérítsed meg az én kis nyereményemet. Várj. Ez az áp... Ez a mix csata, vagy mit csoda, ez most nagyon komoly volt, az Hozier. Gyerek, ez nagyon durva csata volt. Jött 2 Ronaldo, Winterstar. Ugye Mr. Panini nem tud mondani Invincible nélkül. Állandóan itt nem tudom, hogy csinálja. De tényleg hány nyitottam ebből? Várjál. 696. A 10 olyan nem tudom megszámolni. Annyit nem jutottam, de szerintem egy 600-ot. Igen, elég sokat jutottam bele, meglepő. Én 2-t vagy 1-et. Szerintem az Invincible veszített az értékéből, hiszen nem olyan nehéz itt őket, nem? Ahhoz képest, hogy nem is tudom hány csomagként van, bocsánat. 50. Legalábbis nekünk nem volt 50. Nehéz nyitni, ez nem az, de várjátok. Igen, van. Ott 50, igaz? Ezt most meg kell nézzem. Ahhoz képest, hogy 50 csomagként egész nehéz le kellene, hogy legyen nyitni, és nekünk elég sűrű jött. A ritkább. Igen, az update topmaster-re vagyunk gondba eddig, hiszen a display-ben kevés volt. Csavonként pedig 14. Szóval én is akkor már ez a brutális csata, srácok. Remélem tetszett nektek is, hogy jól kikaptam. Ha tetszett a videó, akkor mondok egy lájkot, és illetve, hogy csatornán nem tetted volna. Köszönjük a figyelmet, tehát a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!